Sziasztok! Na, itt vagyok megint egy kaszával. Ez egy kasé márkájú kasza lesz. Megint videózunk, megint ilyen kaszálós próba bemutató videó. 2,6 lóerős gép. Elég nehéz megy, 13 kiló. 63 köbcentis. Kínai, de legalább ez gyári kínai, tehát a kasai cég gyártotta valóban, tehát nem egy forgalmazónak a neve ez. Van országos szervizhálózata, már most úgy kezdik ismerni az országba. Én azt mondom, hogy ez egy jó gép lesz. Árban szerintem a legjobb, tehát ha egy ilyen hasonló kalibert néztek, árban ez lesz a legjobb, én úgy gondolom. 62-64 ezer között, ilyesmi. Na jó, ez a Kasej CG, hogy is van? Kasej 3GC630. Hát ők 16 kilót írnak rá, de én neten 13-at láttam, majd esetleg mérjük. Hát ez megtankolva 16, akkor az kemény. Egy dobozzal együtt, nem tudom. Igen. 1.30-as benzin keveréket ír rá. Hát jó. Jó, dobozolok egyet. Meleg van erre a videózásra. Oké. Könnyen szét lehet szedni a dobozát. Kapunk hozzá egy hámot, ez a szokásos szivacsos hám. Ilyen műbőr a belső combtámasz. A külső az ilyen kemény ilyen műanyagos. Csat van hozzá. Jó. Volt a magyar nyelvű használatú utasítás, ez a szerszámos. Jó, normális gyertyakulcs. Még a csillagvége van, nem lapos. Már hozzá egy... Én damírfejemt a marójamához. Úgy emlékszek, hogy eredetileg ahhoz adják ezt, annak a másolata. Figyeljetek, ez egy évet szokott bírni ilyen. Ugyan, aki megy kaszálni vele néha-néha. Van ilyen ismerősöm. Egy évet bír ez a damírfej kb. Jó. Hát a kormány, rezgéscsillapítás, gumibakos. Ennyi. A rezgéscsillapításon kívül olyan nagy extra, az, hogy nagy köpcentis a motor. Normális kapcsoló van rajta. Jó nagy. Azon kívül semmi extra. Talán még egy könnyített berántó. Hát még az se. De a kompresszió... Kegyetlen. Kompresszió az kegyetlen, komolyan mondom. Jó. Hát egy dolog, ez tényleg egy olyan... Jó, nehéz. Nagy kompresszió. Na, hát... Majd kipróbáljuk milyen. Gyorsan összedobom itt a dolgokat. Van ugye egy ilyen műanyag, elég erős. Nem egy hajlékony műanyag burkolat. Négy csavarra fogadjuk fel. A kormánynak a konzolja alumínium lesz. Egy szürke kést kapunk hozzá, hogy a színek stimmeljenek. Felrakom rá a szórásvédőt. Egyszerűen négy csavarra. Van hozzá imbuszkulcs. Jó, meghúztuk. Itt alulra jön egy ilyen dolog, amit úgy gondolom, hogy egyféleképpen lehet felrakni. Igen. És akkor a kormányt, azt van egy recézet része, ahol be lehet fogatni. Három csavarral fogatódik le. És a központi csavar fogja majd a géphez. Majd menet közben vigyük magunkkal a szerszámot, és akkor tudunk állítani. Igen. És a gyertya kulcssal pedig tudom a kést, ugye. Tehát alul van egy oldalt egy fixelőpont,
egy lyuk, ha meg tudod fogni a tengelyt, és akkor lehet szerelni, vagy szép fekete bordás alátétünk, meg ilyen bepattintott ez a másik. Itt már látjuk a szimmeringet. Nagyon szép. Jó. A kés alá, ugye a dami faján nem kell az a bordás alátét, hanem csak simán a... Tehát a fekete nélkül össze lehet pakolni. Beállítom megint a fixhez. Fixálom. És akkor ezt így tekered, fel is megy a helyére. Amikor meghúzod, akkor egy kicsit még lehet húzni. Tehát nem kell nagyon meghúzni, de azért lent legyen így, ennyi. A kés az ugye, ha felraknám, az így néz neki. Van itt egy ilyen késvédő valami. Tehát a kés az ilyen. És hogyha a kést raknám, akkor lenne az, hogy jön a bordás alátét, hogy az igen, tehát így, és akkor ide rá a koptató, és úgy az anya. Ezek most nem kellenek. Jó? Szóval most bemutatjuk ennek a fűkaszának a burkolatait. Ez a felső burkolata, ez. Itt a tokozás, nagyon jó, kicsit nehéz, de legalább be tudjuk sok helyre akasztani. Na most mit mutassunk még neki? Hát, tudjátok, ez olyan, mint egy seprű, csak búk. És ha felállunk, akkor meg tudjuk vizsgálni a légszűrő burkolatot itt hátul. Itt lehet a gáz alapjáratán még feszíteni. Itt a berántóját, ha fogod, ezzel lehet a kompressziót megvizsgálni. Ez mindig nagyon jó, kivéve, hogy olaj nélkül járassuk a gépet. Na. Igen, ez a rezgés, ezt érezheti bárki. Ha beindítsuk, így fog csinálni. Borró. Utána ki kell próbálni kormányt, hogy valóban kézre álló-e, nagy kézre biztos hozzááll, kicsiből kell kettő. És akkor megnézzük, amit nézzünk meg rajta. A szár mennyire erős, hát valóban egy embert akár ülve is elbír. Továbbra is a kormány része legérdekesebb. Megfogható bátran, rángathatjuk. Majd húzzuk a gázt neki. Na, hát szóval Júlia kis babám, aki már 8 hónapos is, nagyon szereti az ilyen kasai fűkaszákat. Őszintének kell lenni. Júlia, legyünk őszinték. Milyen kasza ez? Egy nehéz, jó felszerelt,
erős motorral szerelt. Milyen kasza, mit tudom én, kínai kasza. Hát ne várjunk tőle örök életet, de azért jó pár évig azért biztos, hogy valakinél el fog menni. Alkatrészt lehet hozzákapni, különben szervizhálózata van. Úgyhogy egyenlőre egy év a garancián rá, de aztán lehet, hogy lesz belőle kettő. Jó, tehát megnézzük a kormányt. Elég távol van a két kormány, sokan ugye mondják, hogy valamelyiknél közel van, ennek nagyon távol van, szinte elérhetetlenül távol van egymástól. A középkonzolja egy alumínium öntvény, három csavarral. Tessék? Az. Kapackodj rendesen. Fogjad a kormányt. Úgy. Az a félgáz. Megtankoljuk? Nem tudom, hogy láttok-e így valamit, de megpróbáljuk ezt oda. Kell neki ez a pumpa, pumpálós karburátor, amit én azt mondom, hogy elég. A bal oldalról el lehet érni. Elég negy lenne jobbról, a bal oldalról el lehet érni. Megpumpáljuk 3-at, 4-et át fog jön a benzin. Szivató az felfelé állásban. Félgázállás az ugye, behúzom oldalt, benyomom ezt a billentyűt. Kapcsoló pedig lefelé. Minden adott ahhoz, hogy indítsunk szivatóval. Először annyit rántunk, amíg ad egy hangot. Tehát nem kell túlszivatni, hanem az első pöffenésig rántjuk. Szokott lenni 2-3, meglátjuk ennél mennyi lesz. 1-2-nél. 2-nél a szivatót vissza lenyomom. És akkor újra. Egy kicsit hagyjuk járni egy fél percet. Jól veszi a fordulatot. Ez a kasely 3GC630-as fűkasza, a peterlanzfűrész.hu webáruházban is megrendelhető. Hát ha nálunk veszed meg, akkor támogatod ebből a munkánkat, azt megköszönjük. Jöttünk nyírni egy udvart, ez ilyen fű lesz. Na nézzek már abba a kamerába. Vadzab. Ezt már most látom, hogy nehéz. Ez olyan nehéz ez a kasza, hallod? Biciklivel hoztam, küzdöttem bele. Így tartani küzdök vele. Na, így kaszáljunk, nem baj, benne lesz a videó. Benne van a videóban. Tényleg, nem tudom miért, de nagy, olyan nagy, hogy most tegyük más stílusban, én őszintén. Csak így fordítsd a hátulját. Tehát komolyan mondom, nem tudom, de így megfogom.
Hát jó, most így se könnyű, de mit tudom én. Az se könnyű. Meg ez sokkal nehezebb. Igen, de lehet. Másfél kilóval szerintem. Most esetleg így fogom meg, mert kilozunk. Hát én olyan küzdésnek érzem. Ezt is lefordítsuk. Egy kicsivel könnyed, de amúgy nem sokkal. Ez 10 kiló körül? Hát, nem tudom megmondani. Nem tudom, de... Fogd meg ezt is. A nézésre. Azt hittem, hogy sokkal nehezebb, de azért annyira nem veszi észre a kezembe. Lehet, hogy csak azért, hogy ilyen... Úgy már felemelve nehéz. Hát, ne? ez sokkal nehezebb. 3-4 kiló. Egy? Szerintem 3-ból is, nem? Mindegy, majd egyszer lélegedjük. Biztos, hogy súly van benne, no. Megnyírjuk ezt az udvart, nézzétek meg. 2-3-4 videót csinálunk, és snittet, azt ennyi. Udvart nyírjuk a kicsit először. Kapcsoló lent, félgáz, egy kis szivatás. Lent a gáz. Szivató vissza. Na, úgy néz ki, hogy beszáll egy Tamás és egy fűkaszával a ringbe. Egy Kawasaki motoros Nikkari SXD55N lesz a társam. Közben János ő a Stillel a szomszédból elkezdett kaszálni. Tehát Tamás, barátom, a kasely mellé hozott egy Nikkari SXD55N-et. Ez egy jó éve megy, elég sokat dolgoznak vele. Hát nincs kímélve. Meglátjuk, hogy fog menni. Azt mondja, hogy ha kisebb fűk van, mint ez például, kisebb fű, akkor egy tank benzinnel 2-3 órát simán gazdálkodik. És 3 órát már vágott egy húzomba. Na, hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Szóval itt a videónak a következő részében ezt a füves területet fogjuk lenyírni. Hát ez megint egy kis udvaros, kis fű, stb. Ez egy olyan 10 méterszer, 20 méter, 2-300 négyzetméter lehet. Várjál, megnézem az indítást. Mit hoztál? Hát egy Kawasaki ütvegy is itt egy Nikkari, a SXD, a felszínűleg anyas. Közelebb jövök, hogy legyen hang. Igen, ez a SXD 55.
SXD 55N-es. Hogy vagy meg elégedve vele? Hát nagyon, egy éves gép. Mennyit vágsz vele? És sokat használod? Eléggé. Napi 10 óra. Jó. Most minden, ez hétvégén szokta? Hétvégén szokta? Persze, hát az. Napközben dolgozik az ember. Jó. Szerintem az a hátrány, hogy nehetett. Aha. De erősen. Hú, hát akkor menjünk. Na megyek utánad, a kameraállányt ahol lerakom azt. Hát nem sokára jönnek, és azért valamit. Addig ott kaszálhatunk a másik óra. És ott a hálóig lehet menni. Vágó vele? Hát. Mit ja, hogy úgy? Jó. Akkor jó. Kicseréltük a gépet, ő megy azzal. Jó napot! Jó napot! Nézzen ezt csak ilyen! Jó napot! Most így... Hát, kérhetek! Szabad kamerázni itt a területet? Ezt a kaszát teszteljük. Aha. Ha megmondja, mennyibe kerül? Ez a nagy, ezek a nagy terrorista gépek. Egy fénykép. Még egy fénykép. Szóval, amivel dolgozunk, csak hogy tudjátok, most a videóban három kasza lesz. Ez a kasa 630-as, ami FS 400, meg az 55 SXD. Mikor? Hát itt vagyunk, ez mennyi lehet, hogy 500 négyzetméter körülbelül? Hát mondjuk, tehát hát általában nekem ez egy óra szokott lenni, akkor most lesz egy 25 perc körülbelül. Gaz az nem olyan sűrű, tehát ritkább. Lucernás volt valamikor, nem? Hát vadlucerna van benne inkább. Jó, rajtok. Én megvárom, még kimegy a tank, neked is várjuk már meg, hogy kimenjen teljesen. Kíváncsi vagyok, hogy melyiknek mikor fog kifogyni. Na jó, én azok már tank voltam egyszer. Igen? Meg kifogyott, vagy félig volt? Hát, egy kicsit
kicsi volt. Aha. Hát akkor majd azt lehet mondani, hogy jól is eszik, mert ez is most olyan negyednél van. Tankoljunk rá azt akkor, hogy ma meg kéne állni. Azt tudja. Na. Efes, vélyes, még vagy. Most láthatjátok, tehát az Efes 400-as, meg a Nikkari ugyanabban a fejjel, fejfejjel nagyot halad. Mondjuk János, hogy szélesebbet fogott utána. Yeah.
Mi ez a kaszálás? Nagyon kaszál, nagyon jó volt. Pörög a, nagyon pörögnek ezek a gépek. Úgy pörögnek, mint egy helikopter. Nem? Csak én is benne kéne legyek. Szóval, nagyon jó volt ez a kaszálás, ez a FS400-as úgy pörög, mint az állat, szoknya nélkül nagyon le lehet vele padlózni. Nikkar is nagyon megy, ő meg azért bírta a formát hozni. Nem mondom, hogy egy méteres lemaradásom volt a Nikkarihoz képest, mondjuk ha kapna egy méteres húvet, akkor tudja, hogy nem menne úgy. De ahhoz képest jó, mert úgy megy mind a három, mint egy helikopter. Nagyon kemény! Hát ez nagyon keményet fordul ez a helikopter. Akkor fordul, milyen kemény hangja van? Nagyon mennek ezek a kaszák. Ha ilyen hangja volna egy kaszának, egyből megmenni. Gyere cseresznyi! Köszönjük, hogy végignéztétek velünk ezt a videót. Remélem hasznos lesz. Ennyit tudok mondani, egyetek cseresznyét, mert most érik. Majd még jövünk. Ja, meg írjátok le a kommentbe, hogy milyen kaszával jöjjünk. Nem mondom, hogy abban fogunk jönni, de írjátok. Mégis, ha sokat írtok, akkor biztos, hogy valamelyikkel jövünk. Ennyi. Megyünk még egy kört. Helikopter. Na most, így ez a hang, ez kell nekünk. A videózárás az. Na, további jó kaszálás mindenkinek. Sziasztok!